Tisztelt honfitársaim, kedves eltársak! Hagyományaink szerint búcsúztunk az óesztendőtől, és köszöntjük az újat. Szilveszterkor, ha egy éjszakára is, nem az elmúlt hónapok gondjai foglalkoztattak bennünket, ma pedig előretekintve azt kívánjuk egymásnak, hogy az új esztendő szebb és boldogabb legyen, mint a mögöttünk hagyott év. 1984 alig, ha nem úgy vonul be történelmünkbe, mint egy a könnyűnek egyáltalán nem mondható esztendő a sok közül. A két világrendszer közötti feszültség a párbeszéd élénkülése ellenére sem csökkent, a gazdasági építőmunka külső feltételei számunkra tovább romlottak. A vártnál nehezebb körülmények mellett elért eredményeink nem lebecsülendők. Dolgozó népünk szorgalmas munkája révén a magyar népgazdaság a fő gazdaságpolitikai céloknak megfelelően fejlődött. Nemzeti jövedelmünk magasabb lett a tervezetnél, nőtt az ipari és a mezőgazdasági termelés a kedvezőtlen időjárás ellenére is. Olyan jelentős beruházások fejeződtek be, mint a Paksi atomerőmű második egysége, a Dunai kőolajipari vállalat kraküzeme és a budapesti metró új szakasza. Felújítottuk a szolnoki papírgyárat, az állami operaházat, az Árpád hidat és a baleseti kórházat. Az elmúlt esztendő eredményei között tarthatjuk számon, hogy tovább javult a külgazdasági egyensúly, megőriztük a teljes foglalkoztatottságot, és ha nem is mindenki számára érezhetően, az életszínvonal elért szintjét. Új lakások, bölcsődék, óvodák, iskolák épültek, növekedett a kórházi ágyak száma, széles körben megtörtént a 40 órás munkahét bevezetése. Hazánk nemzetközi elismerése tovább szélesedett új társadalmunk építésében elért eredményeivel. Ennek a megbecsülésnek legfőbb tényezője az a szocialista nemzeti egység, amellyel népünk felsorakozik politikánk mögé, egyre felelősségteljesebben élve demokratikus jogaival és kötelességeivel. A másik az, hogy népgazdaságunk a nehezebb feltételek közepette is teherbírónak, működőképesnek bizonyult. A harmadik tényező külpolitikánk. A Magyar Népköztársaság aktív külpolitikájának legfőbb célja belső építőmunkán külső feltételeinek a javítása, a többi szocialista országgal együtt a béke és a társadalmi haladás ügyének következetes szolgálata. Őszintén reméljük, hogy 1985, a Helsinki értekezlet 10. évfordulója, Helsinki szellemének az enyhülés visszatérésének az éve lesz. Azért, hogy ez bekövetkezzék, a jövőben is mindent megteszünk. Politikánk elismerését tapasztalhattuk, amikor állam és kormányfők egészsorra látogatott el hozzánk 1984-ben, és akkor is, amikor mi voltunk küldetés teljesítő vendégségben a velünk azonos, vagy a miénktől eltérő társadalmi rendszerű országokban. Ezek a látogatások nem csak egymás jobb megismeréséhez járultak hozzá, nem csak a kölcsönösen előnyös együttműködés újabb lehetőségeit tárták fel, hanem a barátság szálait is erősítették, és a béke egyetemes ügyét szolgálták. Arról is meggyőződhettünk, hogy hazánk nemzetközi tekintélye elsősorban belső helyzetünk szilárdságától, politikánk következetességétől, az erősödő népi nemzeti egységtől, építő munkánk eredményeitől függ. Az új esztendőben, amelyet most köszöntünk, ünnepeljük hazánk felszabadulásának 40. évfordulóját, sor kerül pártunk 13. kongresszusára, tanács és országgyűlési választásokat tartunk, befejezzük a 6. 5 éves népgazdasági tervet, és hozzákezdünk a gazdaságirányítás korszerűsítéséről hozott döntéseink gyakorlati megvalósításához.
A 40. évfordulón ismét felmérhetjük, hogy országunk 1100 éves történelmében, népünk életében milyen óriási fordulatot jelentett a felszabadulás. Az eltelt 4 évtizedben kiépítettük, megvédtük és megszilárdítottuk a népi hatalmat. A gyors gazdasági fejlődés következtében hazánk elmaradott országból közepesen fejlett ipari agrár országgá vált. Alapvetően változott társadalmunk egésze, népünk műveltsége és életének minősége. A szocialista társadalom építésében elért eredmények alapján országunknak neve és becsülete van földünk minden kontinensén. Széleskörű kapcsolataink kiterjednek csaknem valamennyi országra, függetlenül társadalmi rendszerétől. És e kapcsolatok annak ismeretében fejlődnek, hogy szocialista ország vagyunk, a szocialista közösség hű tagjai, akik el vannak kötelezve az emberiség haladása a béke egyetemes ügye mellett. Kedves elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt 13. kongresszusán nem kisebb feladat hárul ránk, mint társadalomépítésünk további programjának kidolgozása. Az élet minden területén következetes munkával fel kell tárnunk és hasznosítanunk a szocialista rendszerben lévő hatalmas erőforrásokat. Népgazdaságon teljesítő képességének növelésével, a gazdasági fejlődés fokozatos élénkítésével meg kell teremtenünk az életszínvonal emelésének, az életkörülmények javításának, a társadalmi igazságosság jobb érvényesítésének anyagi feltételeit. Demokratikus intézményeink fejlesztésével a szocialista célok jegyében tovább kell erősítenünk a nemzeti egységet. A szocialista demokrácia kiterjesztését szolgáló módosított választási rendszer is az idén vizsgázik először a gyakorlatban, de a tanács és országgyűlési választásokon vele vizsgázunk mi is, valamennyien. Olyan emberekre kell bíznunk ügyeink képviseletét, akik már eddig is bebizonyították rátermettségüket, akik az országgyűlés törvényalkotó munkájában, alkotmányos funkcióinak gyakorlásában felelősségteljes részvételre képesek, akik élni tudnak a tanácsok megnövekedett önállóságának lehetőségeivel. Az igazi vizsga azonban helytállni a dolgos hétköznapokon. Az idei esztendő gazdasági előirányzata a realitásokkal számolva szerény növekedést irányoz elő. Gazdasági irányításunk továbbfejlesztésétől a munka hatékonyságát, eredményességének a javulását várjuk. Nem lesz könnyű a mind jobban élesedő nemzetközi versenyben helytállni, és egyidejűleg a hazai fogyasztók növekvő igényeit is kielégíteni. De a magyar nép a mainál sokkal nehezebb helyzetekben bizonyította rátermettségét, szorgalmát és szívóságát. Ezek a tulajdonságok segítették át a viharos évszázadokon, ezekkel tudott úrrá lenni a bajokon, a rombokon új országot építeni, és vállalni a szocializmus megvalósításának nagy feladatát. Ezeknek a tulajdonságoknak a továbbélése biztosítja, hogy a magyar nép egy újabb felfelül ívelő szakasz alapjait rakja le. Biztosíték az is, hogy hazánk a társadalmi fejlődés leghaladóbb áramlatához kapcsolódik. Szövetségünk, sokoldalú együttműködésünk a Szovjetunióval, a többi szocialista országgal, békénk, biztonságunk, szocialista építőmunkánk felbecsülhetetlen értékű nemzetközi támasza. E gondolatok jegyében 1985 első napján pártunk központi bizottsága, az elnöki tanács, a kormány és a magam nevében is kívánok
országunk minden állampolgárának, egész magyar népünknek, a világ békeszerető embereinek békés, eredményes, boldog új esztendőt. Újévi köszöntőt mondott Losonczy Pál, az elnöki tanács elnöke.